Kis csóró! Na gyerekek! Hány Facebookot csinálnak a bátyának? Százat? Minden nap? Tájékoztatjuk, hogy a felhívó ügyfőszolgálat kérjük, hogy ügyítési kapcsolatot válaszol néhány kérdés. Na jó, pop, pop. Hol a bátya? Te belaptana? Nem tudtok mit tenni, öcsém, megint itt van. Igen, itt van a kalácsképi. Mi van, öcsém? Halló? Várjál, tessé, hogy visszélek, itt van állam a nyomozó. Na, csáó. Mi van, öcsém? Tiszta ideg vagyok, halljad meg! Na, halló! Halló? 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 Halló, tessék! Tiszteletem, kivel beszélek? Drahos József vagyok, tessék! Tiszteletem, pattanás, megkoztam az Audit! Audit? Ezt a lopott Audit, amit rendelt, itt állok kint a ház előtt. Annyi van, hogy rendszám nincs rajta, kell rá tenni egy P-rendszámot, azt be kell tolni valamelyik garázsba. Egy bánom én, az jó, az is jó, hallod? Figyelj már, mennyi idő még itt vagy? Mi? Mennyi idő még itt vagy? Te tudod, kivel beszélsz? Kivel? A szerintem rossz számot hívtál. Hát most nem te rendelted a lopott Audit? Te! Sziasztok gyerekek, itt vagyok. Letiltott a telep a Facebookot, nagyon ideges vagyok. Temeraptene valaki letiltott engemet már megint. De nem tudtok, mit te az oroszlánok basznak rajtam. Ez van. Na. Na, gyerekek. Ez nagyon meleg zene. A Károlyos gyerekek. Fáj, top, nem fogadott hívás. Na, gyerekek, megjött a családi, veszek egy kis ladát a gyászba. Figyeljétek, hogy kell alkudni, megtanítalak titeket, te meraptalan, megtanítalak titeket alkudni. Alkudni, megtanítalak titeket, hogy kell alkudni. Mutatom nektek, hogy kell alkudni. Valamit nem tudtok, itt nincs gáz, szóljatok nekem. Ma intézkedek. Milyen kocsit vagyok, ladát? Ladát, menj már bele a csöves kocsiba. Na, várj, leszek valami kis zsigul, tedd oda le. Zsigoli. Na, várjál. Na, veszek már valakinek 600 kopósot a jófogáson. Vájtok. Lada. Lada. Vájtok. Lada. Lada, lada, lada. Dévó. Dévó. Várjál. Hammer. Suzuki. Lada. Megvan, lada. Lada. Milyen ladát vegyek? Szamarát, zsigulit, te meraptan a Mika? Szamarát. Szamarát? Modell, vájtok, milyen évárat legyen? Lada, Kalina, Lada, Niva, Lada, Nova, Lada, Szamara, Lada, zsiguli, te meraptan a zsiguli. Na, az árat nem számít, van nálunk egy 70-es. Az a lényeg, hogy 70 ezerékkel vegyek ladát. 70 rongyé. Na.
nézem a ladákat. Botján, Dani, hallod, öcskös? Megint itt vagy? Nézd már neked, hogy használt, geci jófogásod, hogy használt koporsod, az belefektetlek téged a gyászba, hogy a gólya hozott, de a rák vigyen el téged, te pálott szájú. Na, bunkó vagy, baxi? Menj ki a vonalból a gyászba, bele a fejedbe, ami eléri a gyász a fejedet. Kis Tibi is itt van a vonalba, köszöntsétek a bátyát, te már raptan a nincs szegénység. Na. 06, Anda 06? Vájtok. Dunaharasztin van. Anda 06, 30. Anda 2, 49. Anda 2, 49. Anda 90 ezer. Na. Robika Tóth, sziasztok gyerekek. Lelőtték a Facebookomat, ne haragudjon senki gyerekek, nem tudtok mit tenni. Ki az? De olyan, mint a jég, Szent Királyi csoró. Te! Halló. Halló, jó napot kívánok. Jó napot. Szeretnék érdeklődni, uram, hogy megvan még ez a piros lada. Megvan még, igen. Megvan még. Hadd kérdezzem meg, hogy jól olvasom, hogy ez Dunaharasztin van? Igen. Jó. Azt szeretném megkérdezni, mert a leírásban nem nagyon látok dolgokat, hogy mit lehet tudni a leíráson kívül, mert annyi van csak leírva, hogy az autó koronát meghúzatalú állapotban van, rendkívül megkímélt gyári állapot, alkatrész eladó, hogy ez mit jelent ez? Alkatrész eladó. Mi majd ilyen nincsen, hanem újszerű állapotban, és új alkatrészek is vannak benne. Ja, hogy új alkatrészekkel van, akkor elolvastam. Igen. Csomagtartó, az tele van alkatrészekkel, így értem. Ja, hogy az autóhoz alkatrészek vannak, igaz? Igen. Megvan rohadva, ajtója megvan rohadva. Hagyj kérdezem már meg te menaptan, hogy csere nem érdekli magát? Nem. Csak készpénz? Csak kápi. Autó közelben van? Igen. Annyit szeretnék, hogy ki tudna menni az autóhoz? Miért? Az autóhoz ki kéne menjen, uram. Csak a hangját, hogy halljam meg, hogy be kéne indítani, hogy a hangját egy kis gáz nyomna neki, hogy milyen hangja van az autónak. Meg szeretném. Nem Dunaharaszti lakik? Én nem Dunaharasztin vagyok, én azt kérdeztem, hogy ön Dunaharaszti? Jól látom, hogy az van kiírva, ez a főutca 211. Nem mindjárt. Köszönöm szépen, uram. Zorgasd meg! Zorgasd meg! Már mondom az őszintét, nekem munkás autónak kéne ez a kis zsiguli. Aha. Hát arra kár elpocsékul, nem úgy. Hát tényleg jó állapotban. De kifizetik, azt csinálnak, valamit akarnak. Így igaz, uram, de most figyelj ide. Azért most BMW-kkel nem lehet dolgozni, maga is tudja. Persze. Jó van. Na, pörögjél már kalácsképű. Ott van már? Itt vagyok. Na, tessék már beindítani. Milyen kongása van az autónak? Te már aptál. Na, főnök? Itt vagy, szopjál-e? Haló? Haló, itt vagyok. Nem hallom. Mondom, beindult. Be is van indítva? Persze. De így nem hallom. Feltudnád nekem itt a motoráztatót? Hát fel van nyitva. És nincs hangja az autónak? Hát, majd mondtam, hogy gyári állapotban. Hű, ezt nem hiszem el. Ilyen halk. Ilyen. Mert nincs lánchangja, az nem dadog, nem jár össze-vissza a motorja. Aha, de kis gáz nem tudnának adni? Zargasd meg egy kicsit, zargasd meg! Zargasd meg egy kicsit, mert nem hallom. Dék letette, hogy a rák egye ki a szívedet, zargasd meg, hát így hogy vegyem meg a kocsit? Jenike, Bianca, Sanyika, sziasztok gyerekek! Zalagassa meg, mondtam, zalagassa meg a csoró. Hát hívok egy másikat, mert... Amúgy gyenge. Gyengeségek vannak, gyerekek.
Hű, de meleg van. Mondom, zargassa meg a... Ijaj, mit találtam! Gyertek gyorsan! Ijaj, jó van, ezt éreztem én. Dicsoro! Szű, basszátok meg! Hol van az autó? Ijaj, ezt éreztem! Gyertek gyorsan! Várjál, csorom! Gyere, csorom, gyere! Te már ott van a 0-36-2-43-31-41. Na. Miért csinálsz itt új Facebookot? Mert kiblokkolják ezek a faszopók, letiltanak engemet, hogy unatkozzak. Nem bízják, nekem van időm. Te már ott van. Halló, tiszteletem, én Pattanás vagyok. Szeretnék érdeklődni az autó iránt. Lada, 2101-es, 1002-es. Igen, megvan még. Megvan még, uram? Igen, igen. Látom, ez igen, megkímélt állapotban van. Igen, ez így van. Hiszen igazából most volt műszakén, minden nem betaláltak rajta, meg lettek csinálva. Most volt műszakén? Jó hallom? Nem hallom magát. Igen, igen. Most volt műszakén. Hagyd kérdezzem már meg, mennyi kilométer van benne? Nem tudja. Ja, 2018 tizedik hóig van rajta a vizsga, igaz? Nem, 19. Itt van vizsga, érvényes ideje 2018 tizedik hó. Nem hazudok, te már aktana. Hogy kérdezem már meg, uram, hogy ez Lajos Bizsén? Igen, 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 ez jövőre, így van, így van. Jó beszélek? Nem dadogok, húzom a szádba. Tessék? Jó beszélek? Igen. Na azért mondom, kalácsarcú. Hát kérdezzem már meg, hogy autó közelben van? Igen. Uram, megmondom magának az őszintét, én egy Lada specialista vagyok, és az autónak a kongására lennék kíváncsi, ki kéne fáradjon az autóhoz, és amennyiben ezt megteszi, és látom, hogy olyan kongás van az autónak, akkor én készpénzzel, akkor én mennék, és akkor fizetném is. Ja. Meg tudni nekem ezt tenni? Persze. Köszönöm szépen, uram. Az autónak, ezeknek a ladáknak, nem tudom, hogy mennyire van otthon a ladáknál, ezeket mindegyiket a típusszámla adták ki annó. Na most nem tudom, hogy ez milyen évállat lehet, ez 85-ös, 86-os? Valahogy így lehet, nem? Azt mondja, hogy... 85-ös. 85-ös, na tessék látni, nem tévedtem, csak egy kicsit. Ezeket mind egy típusszámra lettek kiadva, ezek az autók, és ezeknek van egy kongásuk. Na most megmondom magának az őszintét, én ezt az autót, ezeket szoktam felvásárolni, a ladákat, mivel már ez egy 5-6 év múlva, ez már kalendáriumban való lesz. Tetszik érteni? És azért, ezeknek van egy kongásuk, egy vízhangos kongásuk van, ezért is kértem öntől, hogy tessék, legyen szíves, hogy ebből tudom megállapítani, magyarul mondom önnek, hogy értse. Ebből tudom megállapítani, hogy az autó mennyire korrodált. Tetszik érteni? Uh-huh. Ebből tudom megnézni, hogy szét-e van rohadva az autó, vagy nem. Ez csak egy ajtóbecsapást lenne, hogy halljam a hangját, hogy milyen az autónak a kongása. Van neki egy kongása, majd ön is hallani fogja, miután ezt megteszi. Azt mondja, itt vagyok mellette. Az autó közelben van akkor? Uh-huh. Akkor tessék már, legyen szíves kinyitni a jobb oldali ajtót. Nem hallottam, majd annyira kérném, mielőtt becsapja az ajtót, majd tessék nekem szólni, hogy... Jó, akkor én most becsapom, most nyitom és becsapom, jó? Becsapni tessék! Akkor becsapom. Jó, jó. Nem hallottam, kicsit megtenni, hogy erősebben egy kicsit? Zargassa meg egy kicsit. Nem, én nekem erre most nincsen időm, jó? Akkor jó, akkor másképp mondom, fogjon meg egy téglát, azt vágja be az ablakot, ha nem törik be, akkor kifizetem, halljak meg. Aha, jó, oké. Okay. De most miért? Nem hajlandók az emberek velem szóba állni, hát üzletről van szó, gyerekek, hát nem, hogy már saját pénzem, én azt vagyok, amit én akarok. Vertem bele, azt vertem bele, te! Hát, hogy agyázban van ez?
Saját pénzem, én nem vettek, amit akarok, öcsém. Zargasd meg! Zargasd meg! Ijjaj, mit találtam! Ezt éreztem én! Temer Aftena! Hű, gyerekek! 190 ezer, Temer Aftena 87-es, de csóró! Profi vagy! Andó 0630, Andó 453, Andó 51, Andó 50. Ne lájkoljátok, már elfagyok. Itt a himbi barna, egy zárójelbe tett prikesje vagy, de faszomat vágjam bele abba a köcsök britses kurva szádba. Oda vágjam bele, te műbuzi. Hát ne bírogassál már, hát hányszor kell neked? Vájtok, vájtok. Ki az? Na? Feli küld SMS-eket. Hol a Feri? Minek küldött SMS-t Janinak? Jó, adjad már. Mi? Na jó van. Na csá. Na, itt vagyok. Mit vegyünk, gyerekek? Csak írjátok meg, hogy mit vegyünk, azt vesszük is. Mit vegyünk? Mondjátok, hogy mit vegyünk. Te már raktana, mit vegyünk? Hallod, minek küldesz Janinak SMS-eket? A Janinak minek küldesz visszahívókat? Na, mit kéne venni? Ilyen fasznövelőt veszek. Fasznövelőt. Ha veszek egy fasznövelő krémet. Te már aftana. E.T. vegyél ladát, traktor, csóró. Ferrari-t. Kocsikat? Kvadot? Várjál, BMW-t vegyél. BMW-t? Malacot. Malacot? Bátya, vegyünk varbúgot. Hallod? Izét nem lehetne venni nagy almásderes csikót? Te mert aftana. Trabantot. Most csak kocsit mond, pólni lovat. Így van, pólni lovat. Ló. Aranyat. Edina, Kalifa, XD-t, malacot, lovas kocsit, babettát. Na vágytok, akkor mit írjak most be? Feri, mit vegyünk akkor? Porsét. Halló, tessék, itt Károly Bossz. Csóró utolsó? Itt Csóró utolsó, így van. Kulipint jó volt? Onnan, testvérem. Na mi újság van, testvére? Semmi, valami, most mit vegyek, segítsél már nekem? Malacot, disznót, lovat, fűnyírót, mit vegyek? Mondjad! Testvérem, vegyél egy szerkanövelőt! Fasznövelő? Titániumot? Osztott, testvérem! Várjál, ütöm, várjál, Google, várjál! Érte meg a gyász, olyan interneten vagy, meg ennyit csinálok, csak ráfújok, és azonnal bejön! Ez itt a Magenta 1 TV, telefon, internet! Csóró, voltam feléd a múltkor! Felé nem lehetté! Micsoda? Várjál, hogy kell beütni? Fasznövelő? Nem is bal! Várjál. Hogy mondják szép szóval? Pénisz. Így van, pénisz növelő, titánium, gél. Várjál, csóró, mit tettél már a csóró? Kérdezz tőlem, csóró. Mi? Valaki nem tudsz tőlem kérdezni. Várjál, extra méretet akar? Potencia pont. Extra, azt kell nekünk, extra, ugye Feri? Úgy bizony, de! Itt a szám! Hallod, tartsod, le ne rakjad, konferenciába bekapcsollak. Ha kérdezem, hogy mekkora... Ne szólaljál meg! Na, na várjál, csorom. Várjál, Andó 0620, Andó 342, Andó 99, az 47. Fasznövelő, te már aftana.
Nem hazudok, halljad meg, Dick. Potencia növelő. Fasz. Faszgér. Faszgér. Itt van, Dick. Itt vagy, bátya? Itt vagyok. Nem veszik fel ezek a gyászok faszkrémet. Miért? Nem tudom, faszkrémet akar. Megpróbáljam még egyszer? Próbáljam még egyszer, csórom. Csinál, csinál. Gyere, csórom, gyere. 11 ezer halljak meg. Te már adtad olyan fasz... Valamit nem tudtok, szóljatok nekem. Te! Vegyek egy lovat? Ki a bajnok? Fájom a tudakozót. De az megmondja, mi van. Mitől dörög az ég? 11.800. Üdvözlőjük. Ön a belföldi tudakozót írta. Tiszteletem, én Pattanás vagyok, ő titánium fasznövelő krémet akarok venni, tessék már nekem magadnál a mobil számot, legyen szíves. Minek? Ő titánium fasznövelő. Köszönöm viszont hallásra. Dick. Hogy a rákegyek azt így... Te! A kurvanyádat! Rám tesz a telefont, te már aftal a rám tesz a telefont, van pofátok? Kérjél bocsánatot? Tiszteletem, csak egy kurva előbb rám tett a telefont. Ő Pattanás vagyok, fasznövelő krémnek a telefonszámát szeretném. Igen, most engem tetszett így nevezni, megint nevezhet, köszönöm a hívását, viszont hallásra. A kurva anyádat, te büdös kurva, miért rakod rám a telefont? Ki foglak téged dobatni? Te mert adtam, aki dobatlak a munkahelyedről ezért. Azért, mert a krémnek a számát így van bent, tessék beütni a Google-be, nem szemtelek... Én nem interneten keresztek, hanem adatbázisban, ez a telefonszám náluk sajnos nem szerepel. De, hölgyem, akkor üsse be, amit mondok, titánium gél, potenciál növelő, tessék beütni. De ilyen nincsen az adatbázisunkban. De akkor nekem hogy dobtak ki, csak nincs, elfogyott a mobil internetem. Azért, mert én nem interneten keresek, a 11.8.11. keres interneten, őket tessék tárcsát. Ja, akkor bocsánat, hát én nem tudtam. Semmi gond, hát köszönöm a hívást. Gondolja, de várj, gondolja, hogy én a tudom, akkor most beszélek így? Hát nézze, én ezt sajnos nem tudom, viszont a szavakat, amiket használt rám, köszönöm szépen, további szép napot, viszont hallás. De most miért nem kurva vagy az őszintét? Viszont hallás. De nem kurva vagy? Kurvának születtél, kurvaként fogsz megkalni. Ricsi Horváth, hogy pofon basztálnak, ahol felrepülni a gagajra, te kis köcsök. Szállják ki a vonalból, basztam meg a szádat. Hú, de felbasztam magam, adja marbolót. Azzad az egészet, a gyászba, fejedbe bele. Melyikből gyújtsak rá, verje meg a jóste. Na, tiszta ideg vagyok te. Álljtok. Halló, egy Károly boss! Halló, mo! Karcsi! Megszakadt, hívtam itt a nőt, tudalkozom, azt mondja nekem, hogy... Te! Halló, segíts már nekem, melyiket gyújtsam meg, a aranymarabolot vagy a tacsot? Már én is tacsot! Tacsot? Hallgat a zenét! Neked mi a zene, öcsém? Nem hallod? Melyiket? De melyik zenét? Várjál kicsit, hozzék vizet? Válaszoljon már, van-e rajtad van a bilincs? Ha nincs bilincs, tesó! Várjál, várjál meg a jóisten, hallod, fütyöd a cigi a kezembe, halljad meg! Sikít a tacsmarbala! Táá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 á
Hű, nagyon nagy zene. Figyelj, hallgass, figyeld a mixet. Figyeld. Ja, hallottad? Na. Figyellek, követlek, csóró. Éjjel nappal. Várjál, János, Andika. Hála Istennek, nekem megvan. Hát megsegít a Jóisten, testvére, nem soká leveszik rólad is, te mert aftana. Mondom a számomat, te mert aftana. Várjál már, ezt úgy közben pofon váglak. Na, várjál. Mondom a számomat. Mit van a műszer, bátya? Mondom a számomat. Cigányom mondjam, vagy magyarul szerinted? Ne a számodat mondjad, meddig van még fent a műszer? Milyen műszer? Hát az a faszom bilincs. Hát már nincs rajtam. Hát akkor meg miért nem mozog, csorog? Hogy nem mozognál? Hát most jöttem, az a nem légte. Hát akkor hon voltál? Gyere, ígyunk valamit, csorog. Hát ahol beadtam az aranyagot az ügyvédnek a gyászba. Hát adtam ott az aranyagba bele. Muszka voltam felé, csorog. Aha. Még csak otthon sem voltál, hogy ki se jöttél. Dudáltam. Ölök, megyek. Jó van, mondom a számomat, gyerekek, a nőknek, te mert aptana. Andó 0620, Andó 516, Andó 16, Andó 71, 20-as. Valakinek nincs kimenője, majd bízzátok rám. Visszahívom, visszahívlak titeket. Majd feltöltöd. Várjál, valakit be kell rakjak a lájába a kis testvéremet, aki csinálta nekem a Facebookot, jó tesóm? Na, legyél szerencsés, majd hívjál, jó? Szia tesóm. Aki csinálta nekem a live, a Facebookot, az írjon már nekem, nem tudom, hogy hívják a gyereket. Beteszlek a live-ba. Ahogy Karcsi. Halló, itt Karcsi. Szia, Musti, mi a helyzet? Semmi, testvérem. Ki vagy? Ú, de ismerős a hangod. Már egyszer hívtalak tégedet. Tényleg? Semmi, tényleg vagyok, akartam menni egy kis izét. Hozzá megy, ha most csorom. Akartam menni egy kis fasznövelőkéremet, azt elküldtek a gyászba. Hát, bazd meg, rohadjanak meg ez a faszokó. Mi a pálya? Nincsen semmi, bazd, egy kis kerát akarok venni, de csak ilyen fél 9 körül bírom, bazd. Hallottad, mi történt? Na? Országszerte nagy kerázások, kimarcsik mennek. Igen? Nagy kerázások vannak országszerte, te mert aftana. Hallod? Most azon gondolkodok, most jön hozzám egy nő 7 órára. Igen? Azt mondja nekem, hogy izé. Azt mondja nekem, beülünk a medencébe, aztán elvegyünk azt a ketten ezt a light, és aztán viszek egy kis izé, tudod? Nem akarok izélni vakarázni, tudod itt a élő live-ba, mit akarok mondani, hogy tessével betesznek a blikbe, hogy jön nálam egy kis nő. Na most azon gondolkodok, ma múltkor szemtelen volt, ha a telefonon beszólogatott nekem, minden köcsögnek elhordott. Most elátkoztam magamat, hogy megfogom, divatból is szájba baszom. Most jön ide nálam, most... Hallod, most leítatom, azt a felével bevágatom a gyászból. Felé beveri neki a hajat. Vannak még bombák a medencébe? Mi? Vannak még bombák a medencébe? Van benne, el minden van, csúrom. Jó, akkor. Várjál, valaki nagyon hív, testvér. Vigyázzál magadra, átadom másnak is a vonalat. Jó van, testvérkém, szia. Na, nem most sokan hívna. Plusz 44, külföldről hívják a bátyát. Hol az aranyláncot? Mondd be a nevem, tesó Martin Ispánovic. Ispáno... Haló? Hol az aranyláncot? Na, nem szólal meg. Mit akartam mondani? Elbánt az állokba az aranyak a gyászba. Hajrá, Hévíz! A gyászba. Jó, meleg vajat meg. 500 néző. Szia. Várjál, valaki nagyon hív, bazd meg. Hát ne lehet főzni, velem beszélges, tesó. Na, beszélgetek veled. Üzenjél már nézőknek, a nőknek. Tesó, Csorró király. Hogy mondom, nem hallom. Csorró király. Így már mindjárt. Más! Hú. Vettelek a gyász. Na, hallod? Hallod? Töröd meg a nyáladat! Mi? Töröd meg a nyáladat! Mindjárt törlek én! Töröd meg a nyálad, te kalácsképű! Szállják a vonalból! Te paksi a tömörű, mi basszon téged segbe! Mutatom nektek a nagyon komoly zenét! Figyeld! Ennek, aki tudja a címét, esküszöm, bármit megteszek neki! Befizetek külön! Külön befizetek, akinek ennek, aki tudja a címét. Figyelj! Haló! Haló!
Haló! Te kalácsképű! Szól a já... Kérjél bocsánatot? Dök. Itt vagy? 779-60-22. Ezt hívjátok, csak ezt hívjátok. Ez az új számom. Mondom az új számomat. 0620-779-60-22. Ez az új zeném. Ez az új zámom. Figyelj, mutatom ezt a zenét. Ezt senki nem tudja. Öcsém. Haló! Ki vagy? Te ki vagy? Mi az, hogy ki vagy a kurvanyádat? Kéri bocsánatot, te, büdös köcsög! Hogy mersz ki neve? Hol nincs? Az idegtől, a tokot szívom az idegtől. Hol nincs? Jó, szállják a szádból, te hobó köcsög, meg a velem beszélsz tisztelni meg annyival, hogy a fasz kiveszed a szádból, megértetted? Na, tóld el a biciklit, meg kirúgdosom a külőjét, öcskös. Szemtelenkedett a 15 évesen. A nők meg nem tudnak felírni, de hallod? Egy tököt ki tudtok látani ilyen nappal? Rák bassza meg a szívedet. Haló? Vájtok.